Lassan 30 éve tart nyári tábor sportolóinak a Török Szent Miklósi Birkózó és Diák Sportklub, így ebben az évben sem maradhatott el. A kicsi talán fáradt, de semmiképpen sem csüggett Sarkadi Imre ügyvezető elnököt a táborzárás alkalmával szólaltattuk meg. Ismét eltelt egy év, ismét lezárult egy birkózótábor. Más volt ez, mint a szokott, vagy hoztátok ugyanazt a színvonalat, amit már megszokhattunk? Hát próbálkoztunk ugyanazt a színvonalat hozni, bár megmondom őszintén, ez a rendkívüli helyzet, ami az egész évre rányomja a bélyegét, illetve ebben az előző fél évben, ami történt, ez nagyon meglátszódott. Tehát a gyerekek terhelhetőségében, a viselkedésében, az nagyon látszódott, hogy eléggé zárt közegben éltek eddig. Amire, így mondanám, amire eddig egy hét után rá tudtunk hangolódni, most a 3 hét kellett, hogy ismét ott tartsunk, ahol mondjuk előtte már járkáltunk valamilyen szinten. De mondjuk azok az állandó pontok, mint például a balai futás, azért gondolom idén is megvolt. Az állandó pontok, ezek maradandóak, hiszen a táborunk is ilyen hagyományokkal rendelkezik. A 24. évét élte meg a tábor, bőven nagykorú, sőt lassan majd, ha így halad, a középkorába, életkorába lép. De én úgy gondolom, hogy ez még a jövő zenéje, és már nem az én időmben fog ez történni, bár abban bízom, hogy ez a hagyomány, ez meg fog maradni. Maga ez is, hogy például Balára kifutottunk, ez nagyon-nagyon a tábor elején, mikor alakult ez az egész, indult ez az egész táborozás, már akkor elkezdtük. És akkor is 4 hét volt a tábor, ma is, most is 4 hét, ebben az évben is ugyanúgy volt. Bár egészen június elejéig bizonytalan volt, hogy ezt egyáltalán meg tudjuk-e szervezni, és akkor jött gyorsan, de hát a mondanám évek és a rutin, meg hát az ugye, hogy ez egy hagyományos dolog, túlságosan nagy szervezés nem igényelt, pusztán a hozzáállás kellett a szülők és sportolók részéről. Azért ma van ugye a tábor zárása, rengeteg családot látok, ez is szokásos, jó közösség épül itt. Igen, bízom benne, igyekszem mindig. Ez egy kis hangulatos táborzáró, ez erről szólna, hogy ilyenkor a családtag, szűkebb családtagjai, tehát itt értem a szülő, édesanyja, édesapa, és esetleg a nagyszülők, és a testvérek vannak jelen, tehát így jönnek el, és itt egy kicsit egymással is barátkozva, ismerkedve egy jó kis közösséget próbálunk kialakítani. És van még egy nagyon fontos momentum a mai napon, amit nagyon várnak már a gyerekek. Igen, van egy nagyon fontos, ennek is hagyománya van, hogy valamikor ez, mondjuk így, hogy ennek az ötletnek az alapját az ókori görögöknél az olajbirkózás adta. Mi próbálkoztunk olajbirkózással, tönkre is tettük a mezünket még annó annak idején, 2 évtizeddel ezelőtt. Aztán rájöttünk, hogy valami más formáját kellene annak találni, hogy a test csúszós legyen, a talaj csúszós legyen, és mégis meg tudjunk rajta állni. Hát így jött egy ilyen samponos birkózás, ami egy ilyen könyvmentes sampont jelent. Ezzel locsoljuk fel a szőnyeget, bekenjük egymást, és akkor így próbálunk meg a talpon maradni, egymással küzdeni. Sőt, most már a gyerekek ezt odáig fejlesztették, hogy úgynevezett csúszás van, ami azt jelenti, hogy neki futásból 12 méteren keresztül csúszhatnak a szőnyegen, ezt nagyon élvezik. És akkor jött a várva várt csúszás.